Az emberek társas lények, és ebből kifolyólag mindenki keresi a párját. Nyilván azt mindenki saját maga dönti el, hogy kivel éli le az életét, de néhány esetben egy-egy pár a külső szemlélőknek egy rendkívül furcsa vagy elgondolkodható látványt nyújthat. A mai videóban látható emberek már megtalálták a legmegfelelőbb partnert számukra, akik pont ugyanannyira szokatlanuk, mint a párjuk. Azoktól az emberektől kezdve, akik nem elég magasak, hogy felüljenek egy hullámvasútra, egészen addig a férfiig, aki egy virtuális karakterrel házasodott, össze lesz itt minden, szóval ne menjetek sehova, ugyanis a mai videóban elhoztam nektek a világ 10 legfurcsább párját, akik szokatlan párkapcsolatban élnek. Ha ez az első alkalom, hogy ezen a csatornán jársz, akkor ne felejts el feliratkozni, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni azt. A hatalmas korkülönbség. Csupán az a tény, hogy két ember hasonló korú nem jelenti azt, hogy ez a két ember egy tökéletes párt fog alkotni, és rengeteg közös érdeklődési körrel rendelkeznek majd. Ebből kifolyólag sokan úgy tartják, hogy ezek csak számok, és nem jó, ha ez alapján próbálják meg az emberek eldönteni, hogy megfelelőek lehetnek-e egymás számára. 5 esetleg 10 év még elfogadható lehet, de ennél a párnál a korkülönbség olyan hatalmas, hogy talán ti sem fogjátok majd megérteni azt, hogy ez a két ember mit láthatott meg egymásban. Íme Kai Jones és a barátnője Marjorie McCall. Mielőtt tovább mennénk, tippeljétek meg egy kommentbe, hogy szerintetek hány év a korkülönbség Kyle és Marjorie között. Segítségképpen annyit elárulnék, hogy Marjorie elég idős ahhoz, hogy Kyle dédanyja lehetne. Nos, ha 60 évet írtál, akkor gratulálok, mivel pontosan ennyi a korkülönbség ennek a párnak a két tagja között. Kai férfiasan bevallotta azt, hogy mindig is érdekelték az idősebb nők, és csak olyan nőkre vetett pillantást, akik az édesanyjánál idősebbnek tűntek. Marjorie-nak előző házasságából 5 fia van, akik közül mindegyik idősebb, mint Kyle, de ennek ellenére mégis támogatják a kapcsolatot, mivel úgy látják, hogy Kyle az édesanyjukat rendkívül boldoggá teszi. Kyle elmondta, hogy rengeteg dolog van, amit imád Marjorie-ban, és ha ezek közül egyet ki kéne emelnie, amit a leginkább szeret, akkor az Marjorie bőre lenne, mivel ezen jól láthatók az öregedés jelei. Erika Eiffel. Ha jártál már Párizsban, akkor biztos te is láttad már az Eiffel-tornyot, ami nem meglepő, mivel ez a híres építmény rengeteg ember bakancslistáján szerepel. Nagyon sok ember azonnal az Eiffel-torony szerelmessévé válik, amint meglátja ezt a tornyot a világ egyik legromantikusabb városában. Erika Eiffel azon emberek közé tartozott, akik imádták az Eiffel-tornyot, de ez a nő egy kicsit magasabb színvonalra emelte ezt a vonzódást, amikor is kijelentette, hogy ő valóban szerelmes az Eiffel-toronyba. Mármint szó szerint őszinte és mély szerelmet érez iránta. Erika egy furcsa betegségben szenved, ami azt eredményezi, hogy élettelen tárgyakba beleszeret. Szóval, ha hiszed, hanem Erika úgy döntött, hogy összeházasodik az Eiffel-toronnyal, így ma ő lehet az Eiffel-torony hivatalos felesége. Nos, ha azt gondolod, hogy ez egy kicsit furcsa, akkor várj egy pillanatot, mivel azt még nem mondtam el, hogy Erika a vezeték nevét is hivatalosan lecserélte. A nő útlevelében szereplő hivatalos név nem más, mint Erika Latour Eiffel. Nos, lehet ez a kapcsolat egy kicsit beteges, de a kép alapján jól látszik, hogy Erika és az Eiffel-torony boldog házasságban élnek együtt. Szal. A legtöbb férfi számára egy tökéletes nő az, aki gyönyörű, nem beszél túl sokat és mindig ott van, amikor szükség van rá. Egy férfi, aki csak a Szál 9000 néven ismert, úgy gondolta, hogy megtalálta a számára tökéletes lányt, de van itt valami, ami kicsit megnehezíti ezt a dolgot. A lány egy virtuális karakter volt egy Love Plus nevű Nintendo DS játékból. A legtöbb embernek eszébe se jutna az, hogy érzéseket tápláljon egy virtuális karakter iránt, de ez a srác a játékban található Néné nevű karakterről azt állítja, hogy ő az élete szerelme. Szál úgy döntött, hogy nem tehet más, mint azt, hogy összeházasodik élete szerelmével a teljes családja és a barátjai előtt. A Nintendo DS-t konkrétan esküvőnek megfelelő módon kirittyentették, és a házasság meg is történt Szál és Néné között. Szál azóta a feleségét mindenhova magával viszi, ami jól látszik abból, hogy voltak már együtt Disneylandben és egy romantikus tengerparti vakáción és Guamban. Szál azt is kijelentette, hogy Néné sokkal jobb, mint egy valódi húsvérlány, mivel a virtuális karakter soha nem mérges rá, és mindig azt teszi, amit ő mond neki. Sanae Masilela. Ez a 9 éves iskolás fiú 2014-ben már másodszor házasodott össze a 62 éves feleségével, hogy a dél-afrikai hagyományok szerint a házasságuk hivatalos lehessen.
Az első esküvő 2013-ban történt meg, amiről a falu lakói azt gondolták, hogy ez csak valami vicc, és bíztak abban, hogy a második esküvő nem fog bekövetkezni, és ez a házasság soha nem lehet hivatalos majd, de sajnos tévedte. A 62 éves nőnek egyébként van egy 66 éves férje is, valamint 5 gyereke, akiknek mindegyike idősebb a 9 éves Sunny-nél. A fiú azt állítja, hogy azért házasodott meg, mert a halott felmenője azt az üzenetet küldték neki, hogy ezt meg kell tennie. A család később kijelentette, hogy ez az esküvő tulajdonképpen csak egy rituáléként lett megtartva, a halott felmenők akaratát teljesítve, és a két fél soha nem fog úgy élni, mint két házas pár, de ettől függetlenül ez a sztori rendkívül beteg. Liu Ye. 2007. januárjában egy 39 éves kínai férfi olyat tett, amire eddig még nem volt példa. Liu Ye konkrétan saját magával házasodott össze. Az esküvő a Guangzhou nevű községben volt megtartva Liu családja és a megrökönyödött lakók szeme láttára. A férfi az esküvőre egy életnagyságú papírbábúval érkezett, ami nő volt hagyományokhoz hű kínai női esküvői ruhába öltözve. Még azt se lehet mondani, hogy ez az esküvő egy vegasi esküvőhöz hasonló gyors leforgású lett volna, mivel a kínai esküvők minden hagyományát betartották. Egy vendég ki is jelentette, hogy ez az esemény teljes mértékben egy hagyományőrző esküvő, annyi kivétellel, hogy a menyasszony egy darab kartonpapír. Liu Ye egyetlen célja ezzel az esküvővel az volt, hogy kifejezze az elégedetlenségét a jelenlegi valósággal, de megfogadta, hogy a teljes életét a saját maga férjeként fogja leélni, ettől függetlenül is. Anton Bell. Nos, ennek a párnak a láttán minden bizonnyal a legtöbb ember késztetést érezne arra, hogy megforduljon utánuk, hogy még egy utolsó pillantást vethessen rájuk. Anton Kraft egy kis ember, aki egészen pontosan 130 cm magas. Az lehetséges, hogy Anton nem egy magas ember, de az biztos, hogy rendkívül erős, amit annak köszönhet, hogy élete nagy részében súlyokat emelt. Anton sokan csak a világ legerősebb kis embereként ismerik, és a testfelépítéséből kiindulva valószínű, hogy a mérete ellenére simán képes lenne nála magasabb embereket is a földbe döngölni. Nos, a magasság ellenére Anton képes volt elnyerni a jelenlegi barátnője figyelmét és szívét, aki nem más, mint China Bell. China nő létére nem átlagos magassággal rendelkezik, mivel ez a nő 196 cm magas, ami 66 cm-rel több, mint Anton magassága. Nos, ha a méretbeli különbségek nem sokkoltak volna le eléggé, akkor megemlítenék még egy tényt, amitől biztos leesik majd az állat. Nos, China tulajdonképpen egy jó darabig férfiként élte az életét, míg egy nap nem alakítatta át magát nővé. A videó elején elmondtam, hogy mindenki maga választja meg a párját, de az biztos, hogy ez a páros egy nem mindennapi eset. Anton és China rendkívül jó példa arra, hogy minden ember számára létezik valaki a nagyvilágban, aki elfogadja őt úgy, ahogy van, és olyan emberként, amilyen. Amy Wolf. Amy 10 év alatt több mint 3000-szer csücsült rá a szerelmére. Mielőtt bármi rosszra gondolnál, el kell, hogy mondjam, hogy Amy egy rendkívül furcsa betegségben szenved, aminek a neve objektofília. De mi is az az objektofília? Nos, egész egyszerűen ezek az emberek tárgyak iránt éreznek érzelmi vonzódást, pontosan olyat, mint amilyet egy átlagos ember egy másik ember iránt érez. Szerencsére Aminek annyi esze volt, hogy nem a WC csészébe szeretett bele, de a viccet félretéve nézzük meg, hogy akkor mibe is szerelmes Amy. Amy egész egyszerűen egy 1001 éjszaka nevű gondolakinézetű hullámvasútba szeretett bele, amivel egy idő után össze is házasodott, sőt még a vezeték nevét is Weberre cserélte, mivel ez a hullámvasút gyártójának a neve. A lány legelőször 13 évesen ült fel a hullámvasútra, és már ebben a pillanatban vonzódást érzett iránta, amit sokáig nem mondott el senkinek, mivel cikinek érezte ezt a vonzódást, amit valahol meg is lehet érteni, mivel a mai világban mindenki hülyének nézne egy olyan embert, aki azt állítja, hogy egy hullámvasútba szerelmes. A jelenleg 40 éves Amy évente nagyjából 10-szer látogatja meg a szerelmét, mármint a hullámvasutat, és egyetlen alkalommal legalább 50-szer körbe megy rajta. Enes Van és Martin van Buren Bates. Képzeld el, milyen lehet annyira különbözni a többi embertől, hogy az egyetlen reményed egy párkapcsolatra csak az lehet, ha egy hozzád hasonló emberrel találkozol. Nos, Enes Van és Martin van Buren Bates életében pontosan ez volt a helyzet. Ennek a párnak mindkét fele annyira hatalmasra nőtt, hogy az emberek úgy vélték, ha ők ketten összeházasodnak, még az is lehet, hogy egy teljesen új, óriás méretű faj fog kialakulni. Az esküvőre Londonban került sor 1871-ben, ahol rekordmennyiségű vendég jelent meg Victoria királynővel együtt, aki egy kézzel készült zsebórát ajándékozott a párnak, aminek az értéke elérte az 1 millió angol fontot.
Ami még inkább megdöbbentő az az, hogy ez a pár rendkívül hosszú és egészséges életet élt, ami általában nem mondható el az ilyen nagyra nőtt emberekről. Azt azért jobb, ha tudod, hogy Martin Bates 230 cm magasra nőtt, és a 240 cm magas Annával egy cirkuszban találkozott, ahol éppen egy fellépésben szerepelt a cirkusz óriásaként. Szerintetek ezek közül melyik volt a legfurcsább párkapcsolat? Válaszaitokat írjátok le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, megosztani az ismerőseitekkel, és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!